Sziasztok, srácok! Világos vagyok. A csapatommal úgy döntöttünk, hogy készítünk egy megnyitásokat ismertető, bemutató videósorozatot, tekintve, hogy a mi csatornánk célja nem egyetlen ember tudásának dicsőítése, hanem az, hogy nektek segítsünk az amőbát jobban megélni és élvezni. A videóra adott like, illetve a feliratkozásod nagyban segítené a munkánkat annak érdekében, hogy a videó minél több emberhez eljuthasson, és így másoknak is segíthessünk. A nyitás, amiről ma szó lesz, az az úgynevezett Swap 2 nyitás. Tehát ő az. Kérlek, hogy a videót mindenképpen nézd végig, mert akkor fogod megérteni tökéletesen ezt a nyitást. Tehát ma erről a Swap 2 nyitásról lesz szó, aminek ez, az S betű a jele. A videó úgy fog kinézni, hogy először röviden elmagyarázom, hogy miről szól konkrétan ez a nyitás, utána pedig megpróbálok bemutatni rá konkrét meccseket, tehát példákat, hogy hogyan tudod ezt a saját előnyödre fordítani. Na most maga a nyitás, maga a Swap 2 nyitás, az, ahogy látjuk, maga a nyitás, amiről ma szó lesz, az úgy néz ki, hogy a kezdő játékos 3 bábut lerak, tehát 2 feketét és 1 fehéret, tehát ez úgy néz ki, hogy aki itt kezd, az lerak először egy X-et, majd egy kört, majd még egy X-et. Ezek után a második játékosnak 3 lehetősége van. Vagy elfogadja a helyzetet és körrel folytatja, vagy színt cserél, tehát ő szeretne X-en lenni, és átadja a folytatást az ellenfelének, vagy azt is választhatja, hogy lerak még 2 bábut, és ezzel a csere lehetőségét átadja az ellenfélnek. Na most, ez a nyitás lényegében nagyon különleges, ugyanis itt tipikusan az fog nagy eséllyel nyerni, aki a kellő pillanatban képes a jó előnyös helyzetben lévő színt megszerezni. Most én közben próbálok keresni egy ilyen swapos nyitást, de most éppenséggel nem látok. Próbálkozom. Az előbb itt volt. Lássuk. Nem. Tehát most én megpróbálok bemutatni egy ilyen swapos nyitást. Ez a P7 egyébként, amit láttok, ez a Long Pro. Ez lesz egy másik nyitás, amiről majd szó lesz. De nem találok jelenleg swapos nyitást. Na itt van például a Pigbull-nak van egy ilyen fajta nyitása. Tehát továbbra is keressük ezt a fajta swap 2-s nyitást, amilyen például okos nőcinek van. Na például, hogyha most megnézzük, akkor nézzük meg, hogy itt miről van szó. Tehát most a károsan kezd, és most az okos nőci cserélt, tehát itt rá kell kattintani a cserére, és most az okos nőci lett az X-el.
Itt például ki kell védeni, itt, és szerintem itt most az X jobban áll, sőt az X-nek nyerése van, szerintem itt, nem, itt most ide kell, én most ide tennék, így van, ugye itt a fenyegetés, ezt itt ki kell védeni szerintem H10-en, tehát ez az a nyitás, amiről mi most itt beszélünk. Ez a swap 2 nyitás. Ez a swap 2 nyitás, aminek még egyszer, tehát ez a jele. Itt erről a nyitásról beszélünk. Jó, nézzük, tehát mind a kettő jó, nagyon jó játékos, és okos nőcén nyert is. Tehát most nézzük meg, megint ez a nyitás lesz, nézzük meg. Tehát a kezdő játékos lerak három bábut. Okos nőci kezd, lerakott egy X-et, egy kört, és most a károsan dönthet, hogy melyik színnel akar játszani. Ha az X-el, akkor rá kell kattintania itt egy ilyen villogó jelre, és akkor ő van, és akkor ő lesz. Tehát látjátok, most rákattintott, átvette a kezdeményezést, és ő lett az X. Okos nőci lett a kör. Tehát most a károsan lett az X-el. És okos nőci van a körrel, ugye ezt védeni kell L7-en. Szerintem most az X az jobban áll. Itt, és az X az nyert. Itt, vagy nem. Ugye ez érdekes, hogy ennek a nyitásnak további érdekessége, hogy ebben az esetben a 6 bábú egymás mellett az nem számít. Tehát igazából itt ez most azért furcsa, mert hogyha most ide tenne az X, ugye meg lenne neki itt a négye, de ez a későbbiekben ez a nyitás már nem érne sokat. Ugye pontosan az okos nőci ezt tudja, tehát most neki itt kell védeni, azért, mert a 6 az nem ér. Tehát itt most az okos nőci ezért nyert, mert itt a 6, látjátok, nem ér a 6. Pontosan, hogy nem ér a 6. Igen, és most ezért nevet, mert az okos nőci emiatt nyert, mert itt a 6 az nem érvényes, csak az 5. Ez egy külön specialitása a nyitásnak, és aki ezt tudja, az előnyben van. Ezért mondja a károsan, hogy ja, ez így faca. Igen, és most itt nyert, igen, tehát itt mondja, hogy 5 nem ér, erről beszéltem. Lássuk a következő partit. Tehát most a károsan kezd, tehát ő rak le három bábut. Egy X-et, egy kört, egy X-et, és most okos nőci dönthet. Tehát most okos nőci átvette, történt egy csere. Ez azt jelenti, hogy okos nőci elcserélte a nyitást, okos nőci lett az X-el. Szerintem itt most az X rögtön jobban áll. Igen. Sőt, hát én most, igen, oda. Tehát ez az X-nek egyébként már nagyon előnyös, most ide tennék, vagy ide. Így van, most ide tennék én is. Az X ezt már nyerte. Tehát ennek a nyitásnak, ahogy mondtam, egy másik különlegessége, hogy itt a 6 az nem ér. Az előző partiban pontosan ezért nem nyert a károsan, és ezért vigyorgott itt a okos nőci nevű mester. Igen, tehát mondtam, hogy itt az X egyértelműen jobban áll, ugye? Igen, itt kell védeni, emiatt a fenyegetés miatt, és az X megint nyert. Talán ide tennék. Hát vagy oda, és itt a fenyegetés, tehát itt vagy itt az X megint nyert. Itt. K5. Mondtam. Igen, tehát az X nyert. Igen, és akkor most nézzük meg a következő partit ebből. Tehát, na most elmondom nektek, hogy ez a nyitás, ahogy említettem, ez nagyon különleges nyitás. Nem kell pánikolni. Na most ebben a nyitás fajtában, látjátok, most az okos nőci letesz hármat, és most a károsan dönthet. Tehát most ő megint elcserélte, itt a csere jelzi ezt. És most az okos nőci úgy döntött, hogy ismét ezzel a taktikával indul, tekintve, hogy a 6 az nem ér. Tehát újra ezt veti be, és ugyanaz a taktika. Látjátok? És most itt ugye megint úgy néz ki, mintha az X itt rögtön nyerne, tehát itt kell védeni nyilván, az okos nőci ugyanazzal pró... Hát most itt ez mi? Hát most itt miért nem rakta be a négyet?
Ezt nem egészen értem. Aha. Azt mondta, az enyém megint... Hát igen, mondjuk itt mondjuk szerintem az X-nek G3-a lenne lehetősége. Most a... Hát igen, mondom, tehát ez egy nagyon különleges nyitás, és ezért most valószínűleg vége lesz a partinak, így van. Jó, hát most akkor próbáljunk meg erre a nyitásra még egy példát nézni. Vagy például itt az Apollo Pitbull meccs, hát ugye ő az, aki vel annyira nem bírjuk egymást, de hát én nem süllyedek le a mocskolódás sugarába. Na nézzük meg ezt a nyitást! Tehát most én játszom okos nőcivel, most az X kezd, tehát ő nyit. És megint eldönthetem, hogy én akarok-e X-el lenni. Igen, tehát én vagyok az X-el. És valószínű megint ezzel próbálkozik, tehát én most itt le fogom védeni. Na akkor most egy 2 perces meccs, bocsánat, tehát itt most megpróbáljuk levédeni. Igen. Jó, most itt egy picikét átmegyünk védésbe. Aha, ez érdekes megint. Hú, hát ez érdekes. Ezt megnyert, ezt nem gondoltam volna. Aha, nézzétek. És itt, ugye itt. Ajajajajajaj. Ezt sajnos elvesztettük. Ugye, mert itt a fenyegetés, és nem tudom kivédeni. Gratulálok. Igen, ezt beszoktam. Azt hittem, hogy meg tudom lepni. És akkor most én kezdek, hát én most így rögtön el szoktam rontani neki a kezdését. Most én vagyok az X. Tehát látjátok, most csere. Most én vagyok az X. Húha. Igen. Most valószínűleg itt ezt fogja, vagy azt. Aha. Hú, és itt már vesztettem is. Ajjajjajjaj. Gyerekek, ez sok volt, igen. Ezt már elvesztettem. Itt megint nyert okos nőci. Hát, némi esélyünk azért van. Nem, megint nyert. Jó, hát ahogy láttatok, igazából ezennek a nyitásnak a lényege. Na, van, lehet esélyünk. Itt. Hopp, gyerekek, látjátok, most mi nyertünk. Ez igen. Hát most ezt mi nyertünk, egy-egy. Ennyi. Jó. Most akkor megint, tehát most akkor ő kezd. Tehát most egy-egy. Most átadom, most egy picit zavarjuk meg. Ő nagyon jó játékos, tehát nagyon vágja Kenny ezt a fajta nyitást. Most ugye nem akartam megint ebbe a példába belemenni. Húha. Próbálok egy olyat kihozni, amit... Húha. Kezdem magam nagyon rosszul érezni. És ismét belesétáltam. Igen, itt. Tehát ezt megint elvesztettem. Ja nem, itt, mert itt akkor nekem van egy hármasom, igen, de ezt megint elvesztettem. Tehát ezt ő megnyerte ismételten. Igen. És ezt megint megnyerte? Vagy ez most mi van? Tehát látjátok, ez egy nagyon fura nyitás. Itt a fenyegetés. Húha. Nagyon nemzet. Ő nagyon erősen játszik ezekkel a nyitásokkal, azt el kell, hogy mondjam. És nagyon kellemetlenül érzem magam. Itt, de nem. Itt vajon tud nyerni? Nem. Húha. Ja, hogy 2 perces, nem 1 perc. Jó, én megraktam, mint az állat. Hú, majdnem megcsúszott az egé.
Igen, most szerintem én itt nekem védeni kell. Jó, itt kivédjük. Most annyira rosszul nem állunk. Most szerintem megáll, sőt megkockáztatom, hogy én jobban állok. Most én jobban állok. De egy-egy. Azt mondja, hogy itt, és ez itt a fenyegetés, ez itt, látjátok? Kivédem. Tehát ez itt volt a fenyegetés. J6 L. Igen, itt megint fenyeget. Igen, tehát itt most ezt akarom itt elkerülni. Itt most ezt akartam elkerülni. És itt van, vajon itt védenem kell szerintem. Igen. Jó, most én viszont... jó, egy picit támadjunk. Igen, most egyébként jobban állunk időben, nem hiszem el. Most akkor védekezzünk. Hát most már csak nem cseszem el, de nem akarom elkiabálni. Okosnőci nagyon jó játékos. Annak ellenére, hogy sok mindenben nem értünk egyet, azt nem mondanám, hogy rossz játékos lenne. Na, vajon? Szerintem most én állok jobban, megkockáztatom. Tehát ez most 2-1 lesz. Én most jobban állok. Itt, és itt, ez itt a fenyegetés, tehát ez a territórium itt. Itt én ebbe szerintem jobban állok. Igen. Szerintem ezt megnyertem. Hát most nem igazán tudom, hogy mit kell rakjak. Igen, itt most védenem kell, na most mi lesz? Hopp, itt! És nyertünk, és 2-1! A mindenét! A mindenét! Ez szép! Azt mondja, csere! SV mód, itt. Igen. Jó. Hát most egy valószínűleg ide, így van. Most ide, így van. Jó, most itt ki kell védenünk. Most valószínűleg ide tesz, vagy ide. Ide tennék, ide. Tehát én most jó, gondoltuk, így van. De most én megint jobban állok. Húha. Itt védeni kell, itt lehet valami. Itt akar valamit. Hú, kezdem magam rosszul érezni, gyerekek. De ezért szeretem az amiben. Hát egyébként most én jobban állok. Óha, most megint mit akarhat vajon? Jó, tehát itt ez volt a fenyegetés. L13, L14. Álljunk meg. Hú, nem tudom. Jó, próbáljuk meg itt, nem tudom. Ez nagyon veszélyesnek tűnik itt. Itt, így tovább. Én most ide tennék. Nem. Hát, tegyünk ide. Most valószínűleg itt tovább fogja építeni, és ide rámegy. Most az időnk körülbelül egyenlő. Tehát mondom, ez a swap nyitás. Fú, itt, tehát itt most ez a módszer. Tehát én most ide tennék D11. Nem. Hopp, itt. Itt. Na, most itt tovább építi? Előtt, gyerünk. Úgy van. Ja, és itt, és itt lehet valami ezen az átlon? Ezen gondolkodom, de talán nem. Most egyet mi is támadunk.
Egyébként most itt, ez itt a fenyegetés. És itt egyébként fenyegetünk nyerni itt. Tehát itt, itt a fenyegetés. Ami be is jött, itt, és megvan a nyerés. Kész. Oké. Jó. Na most nem adjuk át. Most mi vagyunk a körrel. Tehát most elég jól állunk, tehát 2-1 gyakorlatilag nekem. Itt. De ő jó játékos nagyon. Uff. Na, ezt valószínű megnyerte. Igen, ezt megnyerte. Itt, igen, ezt elcsesztem. Ezt elcseszerintettem. Ezt elcsesztem, ezt megnyerte. De négy, fölmentünk 4-15-re, gyerekek! Azt a mindenségét! De ezt ő megnyerte. Igen, ezt éreztem. Jó, akkor teszünk egyet ide, és így elrontjuk. Gyerekek, fölmentünk 4-15-re, hát ez valami fantasztikus. Mondom, okos nőci, elég jó játékos, 1-1, te gyakorlatilag most... Szara, neten melóba vagyok, sajnálom. Na most akkor nézzünk egy ilyen fordítottat. Jó. Most itt, igen, most itt ez a fenyegetés, na mit csináljunk ellene, védjük le itt. Ez. Húha. Gyerekek, megint jobban áll. Itt a fenyegetés. Itt. Ezt elvesztettem. Megnyerte. Most meg ide fog tenni. Úgy van. A gyerekek, ez valami hihetetlen. De hihetetlen. Most meg ide fog tenni. Úgy van. Most meg ide fog tenni. Hát, 10-re tennék. Tehát ezt megint elvesztettem, ez döbbenet. Fölmentünk 4-15-re, és megvertük párszor, azért az elég jó. Ő nagyon erős mester, tehát... Okos nőci ellen nyerni 2-3-at, az én nekem nagyon jó. Szerintem ő ezt megnyerte. Kérdés, hogy hogyan. Ugye most itt valószínű, hogy itt, igen, oda tenni, így van. Jó. Hát ezt ő megnyerte, én nagyon-nagyon a vesztemet érzem. Most meg ide? Úgy van. De most viszont már én állok jobban. Tehát nem tudtam kihozni, megnyertem. Ha ezt nem tudja megnyerni, akkor viszont nyertem, mert itt fenyegetek, és itt. Itt. Itt, ezt megnyertem megint. Most itt valószínű valamit itt fog csinálni, de... Igen, ezt megnyertük megint. Köszönjük szépen. Jó, köszönjük szépen. Hát köszönjük szépen, és 422 az eddigi rekordunk, 2-1. Hát srácok, ez a nyitás igazából ennyi lett volna. Én nagyon örülök annak, hogy ezt egy nagyon pozitív módon sikerült bemutatnom. Tehát gyakorlatilag most többet nyertem ellene, mint amennyit veszítettem. Gyakorlatilag felmentünk 422-re, és a nagymesterjelvény... Tehát mondom, hogy ez a nyitás, ez igazából, még egyszer mondom, hogy arról szól, hogy itt a döntő pillanatot kell megragadni, mint ahogy én tettem. Az esetek többségében ugyanis itt egy jó döntéssel a megfelelő pillanatban átvett
játékkal az esetek 90%-ában azonnal nyerhetsz. Na most, akkor elmondom nektek, hogy ennek igazából mi a lényege. Közbe játszik Eszter. Na, ő nagyon jó fej, Eszter nagymester. Tehát még, mondom nektek még egyszer, hogy ennek a nyitásnak mi a lényege. Ebben a nyitásban, a Swap 2-ben 90%-ban az esetek többségében, tehát ezen nyitás a Swap 2 esetében, ahogy láthattátok, egy megfelelő, döntő pillanatban meghozott jó döntéssel az esetek 90%-ában nyerhetsz. Na most elmondom, hogy ennek a nyitásnak itt, ennek a Swap 2-nek mégis mi az értelme? Az, hogy az ellenfél ravasz. És az esetek 99%-ában ő arra számít, hogy te nem tudod azt, hogy ebben az esetben mit kell csinálni. Tehát erre alapoz. Illetve, ahogy láttátok, a partik alatt a fent villogott egy fekete négyzetben, a fenti villogó fekete négyzetben a villámjel, az ezt a csere lehetőségét jelzi. Közben akkor nézzünk meg egy meccset. Apollóha, az ellenfelem játszik a Vincs Eszterrel. És Eszter most nagymester. Tehát a lényeg az, hogy a fenti sarokban villogó fekete négyzetben a villámjel jelzi a csere lehetőségét. És ahogy láthattátok, a meccs eredménye, a meccsnek a kimenetele, Swap 2 nyitás ő esetében 90%-ban, de inkább 99%-ban azon fog múlni, hogy képes vagy-e a jó színt megszerezni. Úgy értem, hogy X-et vagy kört megszerezni, ha kell, csere útján. És erre láthattatok most példákat okos nőcivel. Én, srácok, én köszöntem is szépen a figyelmet. Ha tetszett, akkor tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk a következő videóban. Szeretném folytatni ezt a megnyitásokkal foglalkozó sorozatot. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, iratkozzatok fel, köszönöm.